ősi indián vallások mára buvópatak-szerűen, noha úgy tűnik, hogy eltűntek, valamilyen módon mégiscsak a mai dél-amerikai embernek a mindennapjaiban benne vannak. Természetesen az elmúlt 500 évben a kereszténység, ugye, ami egyébként hódító vallásként jelent meg, rányomta a bélyegét, pozitíve is az ottani kultúrára, és az is nagyon érdekes, hogy a dél-amerikai ősi indián vallási motivumok sokszor megjelennek ebbe az ottani kereszténységbe, akár a liturgikus színeket, ha nézzük, akár az énekeket, egyéb kulturális hagyományt. Nagyon érdekes, hogy a barokk mint építészet és a barokk mint zene hogyan jelent meg Dél-Amerikában, és konkrétan brazil példát hadd mondjak. Salvador város, ami sokáig fővárosa volt Brazíliának, tehát az akkori portugál gyarmatnak, ott nagyon szépen azok az európai stílusú barokk épületek megjelennek, látható mai napig, amelyeket akár egy Győrben vagy Magyarországon, Közép-Európában láthatunk. Ugyanez a zenére is igaz, nagyon sok korabeli brazil zeneszerző barokk muzsikát szerzett, ezek egyházi darabok, világi darabok is, és egyfajta tükröződése az európai barokk kultúrának. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy például a búcsújáró helyeken, ugye nagyon népszerűek ezek Latin-Amerikában is, a búcsújáró helyeken különösen látszik az alapnépesség, az indián gyökér, hiszen akár színvilágban, a processziók, körmenetek hangulatában mindenképpen ez az ősi indián motivum, kultúra, néplélek megjelenik, ami azt gondolom egy kulturális érdekesség, fontos is ezt ismerni, és szerencsére a mai keresztény világváltásunkban, gondolkodásunkban ez maximálisan beleillenek, tehát a helyi értékeket ilyen módon akár több száz évre visszamenőleg igenis fontos, hogy egy világvallás elfogadja, és nagyon fontos, hogy ezt be tudja építeni, hiszen ezáltal tud a helyi néplélekhez közelebb kerülni. A mai Andok Mise, ez egy érdekes darab, egy kortárs szerzőműve, Mauricio Vicenzio, chilei zenész, aki a darabot szerezte. A szerző alapvető szándéka, mint ahogy egy néhány évvel ezelőtti interjúban elmondta, a szinkretizmus volt, aminek az alapja az Andok Mise, vagy a szinkretizmus alapja az Andok Mise, ami ugye ellentétes érdekek vagy ellentétes szándékok összeegyeztetésének a szándéka, tehát hogy tulajdonképpen azt a fajta kettősséget, ami Dél-Amerikában jelen van a felfedezés óta, vagy a Kolumbusz partraszállása óta, azt próbálja ebben a műben is azzal, hogy nyugati, azaz európai liturgiára, szövegre egy dél-amerikai hangzásvilágú kíséretet szerkesztett. A darab 1992 táján íródott, a szerző erre az 500 éves évfordulóra, hangsúlyozom, a benszül, az ő megítélése szerint a benszülöttek ellenállásának 500. évfordulójára szerezte. Ez nagyon jól ötvözi az egyházzenének a gyökereit, tehát a Gregoriánt, illetve a dél-amerikai népzenét. És az első tételre, ha semmit nem mondunk is, akkor az egy teljesen gregorián hatást kelt, amit azt gondolom, hogy azért tett oda a szerző, mert valahol a gyökerek ennek a katolikus vallásnak a gyökerei, ezek innen valók. De ha a pentatónia felől közelítjük a dolgot, akkor viszont azt gondolom, hogy az ő népzenéjük is benne van ebben. Tehát van nagyon sok közös pont, és nagyon sok más. Ez a zene, így megvariálva az állandó tételeket, Egy teljesen pozitív végkifejletet mutat, és az örömöt, a vallásba vetett bizodalmat, pozitivizmust, és
Hát egy kicsit, szóval nekem az úgy mindig furcsa is, hogy az Isten báránya úgy van vége, ahogy vége van, és az a szöveg, és ehhez képest az áldott a vége. Tehát ez egy nagyon pozitív zeneileg is, hangulatilag is, meg hát hogyha a vallásuknak ez a gyökere, akkor lehet, hogy erre fele kellene keresgélnünk.